erotikus népmese feldolgozásokkal, pajkos történetekkel várta az idén a közönséget a Tanya Színház, a Vajdaság egyetlen vándortársulata a székhelyén, Kavillón. A Pajzán Históriák című előadásnak a Néhai Burány Béla által gyűjtött vajdasági erotikus népmesék szolgáltak forrásul, amelyből Lénárd Róbert rendező úgy merített, hogy az előadás ne csak szórakoztasson, hanem időszerű kérdéseket is feszegessen. Tehát nyilván hatni szeretnénk. Ez az elsőleges célja bármely művészeti produktumnak, hatni akar. Mi is hatni akarunk, és igen, a mi szélesebb tömegekre akarunk hatni. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy az előadás témájától nem kell megijedni, hiszen a darabban nincs több pajzánság, mint amennyi általában körülvesz bennünket a mindennapi életben, de vannak persze tartózkodóbbak is. Adáról jöttünk, és nagyon tetszett az előadás. Még soha nem voltunk, de nagyon szép. Nagyon szép volt, ilyen egyben összetart bennünket magyarokat, másrészt pedig kiélveztük magunkat, nagyon szép volt. Mindig el szoktunk jönni, mind nagyon szeressük. Alig várjuk már, mikor, hogy ide érjen az idő, hogy megjelenjen a Tanya Színház. Nem éppen nagyon tetszett ez, valahogy másképp gondoltuk, Burány Bélát különben ismerjük, de azért mégis gondolom, ekkora gyerekközönség előtt vagy. Ez valahogy egy kicsikét olyan... Túl szabad, igen. Nagyon érdekes és nagyon jó pofa volt ez. Annyira vajdasági jellegű volt. Ezek a szavak, ezek mind ismerősek voltak számomra. Az előadást ma Moholon, utána pedig egész sor vajdasági településen mutatják be. Végül augusztus 7-én Tornyoson zárul a Tanya Színház idei turnéja.